Üdv szeretettel, köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy mit tegyél, hogyha elakadtál az angol tanulásban. Nos, ha érdekel téged az önálló angol tanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, vagy letenni a középfokú angol nyelvvizsgát, akkor lent a videó leírásában nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis mit tegyél, hogyha elakadtál az angol tanulásban. Nos, szinte mindegyik nyelvtanulót előbb-utóbb eléri az elakadás problémája. Ez azt jelenti, hogy eljutottak egy olyan középfokú, közeli szintre, talán még most is járnak angolórákra, vagy részt vesznek angol tanuláson egy céges nyelvoktatás keretében, de egyszerűen képtelenek tovább fejlődni. Pedig nagyon kéne az angol mondjuk egy nyelvvizsgához, egy jobb álláshoz, vagy egy külföldi kiküldetéshez, vagy egy külföldi újrakezdéshez. Mit lehetne tenni ebben a helyzetben? Nos, az első és a legfontosabb dolog, hogy fordíts több időt az angolra. Ez azt jelenti, hogy ha egyszer eltöltesz másfél vagy két órát az angollal, azzal sajnos nem igazán fogsz fejlődni. Tehát ez inkább csak a lelki ismereted megnyugtatására lesz elég. Ha fejlődni szeretnél és gyorsabban akarsz haladni, akkor minden nap, minden egyes nap, tehát hétfőtől vasárnapig foglalkoznod kell az angol nyelvvel. És itt azonnal álljunk is meg, ne érts félre, természetesen én nem azt mondom, hogy ugyanazt a tankönyvet kell mondjuk használnod ezeken a napokon, amit a tanórákon is használtok, szó sincs erről. Azzal foglalkozz, amit szeretsz, ami igazán érdekel téged, csak angolul. Tehát nézzél sorozatokat, nézzél filmeket, hallgass podcastokat, olvass el angol nyelvű cikkeket vagy magazinokat, teljesen mindegy, hogy mi a téma, az a lényeg, hogy angolul legyen és érdekeljen téged, tehát ne hagyd ott 5 perc után. Kettes számú tanács, legyen az angol a napi rutinod része. Na most tudom, hogy azonnal jönni fog az ellenérv az első, tehát az korábban elhangzott pontra, de Tamás, én olyan elfoglalt vagyok, hogy nekem erre nincs időm. Na most, elárulom neked, hogy mindannyian nagyon elfoglaltak vagyunk. Az általános iskolások is elfoglaltak, az irodai alkalmazottak is elfoglaltak, az anyukák is elfoglaltak, de még a nyugdíjasok is elfoglaltak. Én még soha életemben nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna nekem, hogy figyelj, annyi szabadidőm van, hogy fogalmam nincs, hogy mit csináljak unalmamban. Úgyhogy az a lényeg, hogy az angolt illeszd be a napi rutinodba, vagy a reggeli, vagy az esti rutinodba. Szerintem a reggeli rutin jobb, mert reggel frissebb az agy, és nem vagy hullafáradt a munka vagy a sportolás után, de természetesen este is lehet angolozni. Például minden nap kelj fel 30 perccel korábban, nem kell erre több időt szánnod, és szenteld ezt a plusz 30 percet csak és kizárólag az angol tanulásnak. Tehát sorozatnézés, podcast hallgatás, cikkolvasás. Lehet, hogy ez az első héten vagy az első két hétben nagyon-nagyon fárasztó lesz, de én garantálom neked, hogy ha egy hónapig, tehát 30 napig ezt folyamatosan és rendszeresen csinálod, tehát minden nap, akkor teljesen hozzá fog szokni ehhez a reggeli vagy esti angolozáshoz. És a harmadik nagyon fontos szabály, ne félj hibázni. Ne félj hibázni. Sok nyelvtanuló annyira fél attól, hogy valamilyen hibát követel, és ez elsősorban a beszélgetős gyakorlatoknál, tehát a beszédnél igaz. Annyira fél attól, hogy egy igeidő nem lesz tökéletes, vagy a kiejtése nem lesz teljesen angolos, vagy hogy a többi diák vagy a kollégák kinevetik, ha angolul szólal meg, hogy inkább nem csinál semmit. Tudná, hogy mit kell mondani, mondjuk mit kellene mondani egy adott helyzetben, de annyira fél a környezettől, hogy nem szólal meg,
kussol szép magyar szóval, és ezért nem tud fejlődni. Na most ez a leges-leges legrosszabb, amit tehetsz. Van az a mondás, hogy gyakorlás teszi a mestert, és ez hatványozottan igaz a nyelvtanulásban. Tehát én azt javaslom neked, hogy ezen túl a napi reggeli rutin mellett folyamatosan és tudatosan keresd a beszélgetési lehetőségeket kollégákkal, tanárokkal, barátokkal, diáktársakkal, turistákkal, teljesen mindegy, vagy hogyha valamiért ez nem megoldható, akkor rendszeresen járj el angol nyelvű társalgási klubokba. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy hasznosnak találtad, kérlek, oszd meg ezt barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!